Előre összeírt listával járják a szülők és a gyerekek a papírírós szerboltokat. Szeptemberben megkezdődik az új tanév, az ehhez szükséges eszközöket viszont célszerű még most beszerezni, amikor nagyobb a választék és kedvezményesebb árak is elérhetőek. Egy alaptanszercsomag idén 8-10 ezer forint között mozog egyéni igényektől függően. Máskor már júliusban elindult a vásárlás, most nálunk most kezd beindulni, de most sokan szoktak lenni. Tehát én úgy gondolom, hogy jövőre is, vagy most szeptemberben is iskolába mennek a gyerekek, a másodikból a harmadik osztályra mennek, hát mindenképpen, ha indul az iskola, ha nem, meg kell venni az iskolaszert. Én úgy gondolom, hogy ebben nem lesz gond. Az iskolatáskák és toltartók esetében is igaz, hogy csak a pénztárca szabhat határt annak, hogy egy szülő mennyit költ erre. 8-10 ezer forinttól egészen 30-40 ezer forintig lehet válogatni az iskolatáskák között. Farkasné Beáta és kislánya, aki második osztályba megy, elkezdte a lista alapján megvásárolni a tanszereket. Igazából ugye még most nézegetjük ezeket a termékeket. Ilyenkor ugye mindent fizetett, igazából mi toltartót is tavaly kapott, de az idén újat kell, hogy vásároljunk. Én azt gondolom, tehát itt mondjuk elég nagy kedvezményeket adnak, tehát mi ide szeretünk járni. Most így elsőre szerintem egy olyan 15 ezer forintba biztos, hogy beleugrunk így a ceruzák és zsírkréták, mindent, amit a füzetekkel együtt vásárolni kell. A helyzet jelenlegi állása szerint a tanév rendben elkezdődik, a szülők vásárolnak, a gyerekek pedig más évekhez képest talán picit jobban várják ezt a tanévet, hiszen az előző mindenki számára újszerű helyzetet teremtett, és korántsem úgy ért véget, ahogy szokott. Most még a tanítók és tanárnénik is picit jobban hiányoztak a gyerekeknek.